A Rákosligetér díjat, melyet minden alkalommal a kerület részben végzett kimagasló tevékenységért, illetve közösségi példamutatásért ítélnek oda, ezúttal Zsámbokréti Zénó 56-os forradalmár szabadságharcos kapta meg. A bronz emlékplakettet és az oklevelet, melyeket Ács József szobrászművész és Budai Tibor grafikus művész készített, Horváth Tamás polgármester adta át szeptember 18-án a Csákovszky Árpád művelődési házban. A díjazott lokálpatriótát Rózsahegyi Péter önkormányzati képviselő méltatta, ünnepi műsort Sinkovics Vitai András színművész, illetve a Tutta Forza zenekar adott. A rendezvényen jelen volt Dunai Mónika, Rákosmente országgyűlési képviselője, valamint Halász Dezső és Lukocki Károly önkormányzati képviselők is. Rákosmente önkormányzatának képviselőtestülete 20 évvel ezelőtt a kerületrész létrejöttének 100. évfordulója alkalmából elismerő címet alapított Rákosligetér díj elnevezéssel. A városvezetés a díj adományozásával fejezi ki háláját azon polgárok iránt, akik példamutatásukkal, maradandó alkotásaikkal, illetve munkásságukkal jelentős mértékben hozzájárultak Rákosliget városrész szellemi és anyagi gyarapodásához. Szeptember 18-án a Csákovszky Árpád művelődési házban, ezúttal Zsámbokréti Zénó helyi 56-os elítélt forradalmár, Rákosmenti Pofosz elnök, illetve a Gregoros Talentumok Alapítvány és a Rákosmenti 56-os Alapítvány alapító tagja vehette át az elismerést. Az ünnepség a vírushelyzetre való tekintettel 50 fős zárt körű rendezvény keretében valósult meg, melynek nyitányaként vetítésen elevenítették fel a díjazott életének legfontosabb pillanatait. Az ünnepségen Rózsahegyi Péter önkormányzati képviselő méltatta a díjazottat, kiemelve közösségért végzett áldozatos szerepvállalását, miszerint az 1956-os forradalmi eseményekben 4. osztályos gimnazistaként vett részt. Zsámbokréti Zénó diáktársaival egy fegyveres csoport tagja volt, amikor 1956. novemberében egy nagyobb csapat orosz katonai egység közeledett lakókörnyezetükhöz. Ekkor társaival ellenállásképpen bevették magukat egy város környéki üdülőbe. Ezért a tettükért letartó és 3 év börtönre ítélték őket. Szabadulását követően rendőri felügyelet alá helyezték, útlevelet sem kaphatott 1990-ig. Rózsahegyi Péter felolvasta továbbá a Rákosmenti Gregor József általános iskola igazgatójának, Molnár Annának köszönő levelét is, melyben az intézményvezető háláját fejezte ki Zsámbokréti Zénónak, amiért létrehozta a Gregoros Talentumok Alapítványt, melyel a kiemelkedő tehetségeket támogatják. A rendszerváltás után nemzetőrőrnagy lett, tagja és anyagi támogatója az 56-os vitézi lovagrendnek és más 56-os szervezeteknek. Elnöke lett a Rákosmenti Pofosznak, alapítója a Rákosmenti 56-os alapítványnak is. Neje is komoly szerepet vállalt a forradalom eszméinek megőrzésében. Juci az 56-os vitézi lovagrend irodavezetője volt. Ezt követően Horváth Tamás polgármester ünnepélyes keretek között átadta az Ács József szobrászművész által tervezett bronz emlékplakettet és az oklevelet, amely Budai Tibor grafikus művész munkája, majd közösen aláírták az emlékkönyvet. A díjazott Zsámbokréti Zénó beszédében megköszönte az elismerést, és háláját fejezte ki azért a tiszteletért, amely Rákosligeten övezte és övezi tetteiért. Rákosliget nekem az otthonom lett, én bolyongtam a világon, össze-vissza mindenütt, csak rögös út jött elém, és itt pihentem meg, és itt lett belőlem igazi ember. Minket megvertél, magyar Isten, és megverted az őseinket. De fiainknak minden más nép bocsássa meg apái vétkét, sok számolatlan számodásunk, miképpen mi is megbocsátunk a mi ellenünk vétkezőknek. Az esemény folytatásában Sinkovics Vitai András színművész adta elő Vitéz Somogyvári Gyula Magyar mi atyánk és Vasalbert Volt egyszer egy ember című művét. Ezután a Tutta Forza zenekar működött közre, majd pohárköszöntővel zárult az ünnepség, ahol Horváth Tamás szólt a díjazotthoz és a megjelentekhez. Mindig fontos egy közösségben az, hogy azok az emberek, akik a közösségért valami pluszt, valami rendkívülit tesznek, azokat ismerjük el, őrizzük őket meg, hiszen
fontosak számunkra, támogassuk őket, mert ők már valamit azért a közösségért letettek, igazolták azt a tehetséget, vagy azt a tenni akarást, amit a közösség ezáltal a díjjal elismer. Zsámbokréti Zénó forradalmi szerepvállalását Rákos Mente önkormányzata 2003-ban is díjazta. Ekkor az 1956-os emlékplakettet vehette át a szabadságharcos múlttal rendelkező lokálpatrióta.